Hello! Szia! Itt van Chloéka is. Hát szia! Mi van, Röfi Bogyó? Mi? Mi? Szegényke. Biztos hiányzom neki. Na mi újság? Hogy vagy itt? Babysitterkedünk. Tényleg? Van melejtet? Igen, nem. Hát? Edzeni van. Na végre! Úgy lépek be a saját lakásomba ettől függetlenül, hogy van már egy pici gyomorgörcs, hogy vajon most mivel talál be, vagy hogy fog rám nézni. Hát jobb volt most anyós jelölttel találkozni, mint hogyha ő otthon lett volna. Ez kell ahhoz, hogy menjen edzeni, hogy össze kell vele balhéznom? Hát nem. Hát akkor eddig miért nem ment el edzeni? Hát van, hallod, most tett le a 6-7. Alszik? Jászmin halkabban. Nem alszik a kislányom. Mi az, hogy nem alszik? Nem alszik. Nézelődik. Nézelődik? Hát aludt. Keveset alszik. Na mi van, Jázi? Semmi, most vonatolunk. Vonatoztok. És te mi járatban? Mondom, megnézem a lányomat. Edzeli van apamó. Nem gondoltam, hogy belétek futok. Ja. Na hát mindegy. Ez van. Nincs ami kaja? Nincs mi? Nincs, nem tudom. Nem még érkeztünk egyébként. Miért is lenne? Én is dolgoztam, két nappalom volt. És te hol aluszik az? Egy helyen. Uh-huh. Egyszer csak egy helyen. Uh-huh. Ez az érdekes, hogy én hol alszom? Hát nem, de hát most milyen dolog már ez? Milyen dolog? Hát kérdezz meg a lányodat. Az élet megy tovább, sokkal több időm lesz, és nem kell megfelelni sehol. Igazából azt csinálok, amit akarok. Berkisen élem az életemet. Na jó, nem vagytok annyira érdekesek. Hehe. Annyi szemet a bot, ilyenek. Kislányom. Nem vehetlek ki, mert aludnod kéne. De te légy volt. Igen. Aludjál, jó? Jön majd apa holnap is, jó? Megnézlek, oké? Okay? Szia. Hát azt ott nem tudom, ott volt egy bohóc. Biztos egy bolát. Igen. Na jó van, vigyázzal a kislányomra. Mikor jössz majd? Vigyázok persze, azért hova? Vagyok itt. Hát majd a Pamélához, azért meg kéne beszélnetek. Nem a Pamélához jövök, hazajövök. Jó, Natihoz is persze. Megbeszélgetetek már? Leültetek egymásra szembe és nyugodtan? Megbeszéltétek te már? Tudod a sztorit? Kaptam egy SMS-ben, nézett a telefonomba. Innen indul. Mi nézd bele a telefonomba? Egy. Kettő. Elkezdett volna ordibálni és adott egy pofont. Igen. Majd utána szerintem nem volt mit megbeszélnünk kettőnknek.